Én is és ebben a videóban újra itt vagyunk az upgradecego.com-on. Ugye erről az oldalról már volt egy videó, akkor sikeresen nyertünk 345 dollárt, ha jól emlékszek. Újabb 300-as kaptunk, és ez is olyan lesz gyerekek, hogy ha lúzolunk, akkor szívás van. Úgyhogy azt tudjuk kivenni, amit megnyerünk. Úgyhogy én kíváncsian várom, mi lesz. Fú, őszinte nem érzek olyan sok szerencsét magamnak, főleg ezek miatt. Mert ugye ez a roll under vagy fölött, és ezt így eltalálni az ügy kemény lesz. Nekem a mai napra melyik stratégiám, ugye 300 dollárt kaptunk, de én 30 dollárokkal fogok játszani. Még még azért, mert megpróbálunk sok kést kivenni. Hát, hogy ebből mi lesz gyerekek, azt én nem tudom. Ezen kívül gyerekek a Jason Play kóddal tudjátok kipróbálni az oldalt, szóval mindenkinek sok sikert, ha valaki játszik. Hát, nézzük meg gyerekek, ugye én hozzáadok 30-at, és a kétszeresre megyek. Ja, a kétszeresre, vagy ha még így 50-re próbálnám húzni. Hát most egy ilyet tudnék, ami tényleg ilyen 48, 49, 49 százalék. A Under az nagyon adta múltkor. Félek, baszki. Félek, gyerekek! Nézzük az elsőt! Egyből sikerülne nagyon... Örülnék! Ott is van az első késünk. Jó, újabb 30-ast, és most legyen fölötte. Egyből két késbe adna, egy nagyon... pu. Ott is van, baszmeg! Pu. Jó, már 110 dollárunk van, gyerekek. Még egy fölötte, legyen még egy fölötte. Jó baszki. De jó! Úristen, háromból három! Kérünk egy alattát. Baszdmeg, ha négyből négy lesz, akkor ez akkor a... Gyerekek! Eddig csináltunk 220 dollárt, és van még 180. Legyen még egy alatta. Nézzük. Hát, ezt már elbuktuk. Akkor még egyszer, szerintem még egy alatt. Tehát hát, ha beadja most, ötödik kés, nincs ötödik kés. Harmadjára az alatt a menjünk rá. Hát, ú, egy öt késnek te örülnék. Ott az ötödik. Ugye így 50-50 százalék esélyünk van, srácok. Most menjünk a fölöttére. A hatodik kés, nincs hatodik kés. Kétszer tudjuk gyerekek megpróbálni. Ha még egyszer beadná az egyiket, akkor már pluszba lennénk. Hát én nagyon reménykedek, hogy beadja. Nézzük a fölöttét. Gyerünk, legyen hat késünk! Van hat késünk, és pluszba is vagyunk. Atya úristen! Két kés, és akkor kirektelem magamat. Jó. Hát nyertünk, srácok. 332 dollárt. Hat kés, basszus. Én ezeket nem akarom már nagyobbra updateolni, Inkább megállok. Tudni kell, mikor szabad megállni. Úgyhogy ez egy ilyen rövidebb videó volt, de remélem nektek tetszett. És most nézzük meg, hogy kiveszünk az kineket, mielőtt valaki mondja, hogy jaj, te, ezt nem vetett ki. Ugye berakjuk ide, rámegyünk a vidróra, és akkor egy ilyen gyönyörű kis oldalacska fog minket fogadni. Itt látjuk, hogy ugye elkezdődött a trade, itt majd még csak várni kell, itt már a elfogadásra kell várni, ugye a bot elfogadja magának a küldést, és amikor itt ezek már pipálód vannak, akkor elvileg el tudjuk. Ez már lehet azt jelenti, hogy már nálam van, a faszom tudja, de most várunk. Na, az egyik meg is érkezett elvileg, ú, erre rám megyünk, és itt is van az első késünk, hát nem tudom, hogy az összeset megmutassam-e, ezt elfogadjuk, és lehet, jó, a többi még nem érkezett meg, de azért megvárjuk, mert tényleg nem akarom, hogy mindenki mondja, hogy nem vettem ki meg kamu. Na srácok, az összes kést megkaptam, itt láthatjátok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ugye ezek ilyen 50 dollárt érnek, megnézem, csépontmányi mennyit tér, mert elvileg, és általában mindig többet szokott érni egy item. Itt is vagyunk srácok, 332 dollár, ugye a Steam az, mert írt? 49 és 50 között pár cent különbség volt, itt meg ugye 55-öt, amit az oldal is írt, szóval srácok ez a videó ennyi volt, akinek tetszett, nekem tetszett, az dobja egy lájkot és iratkozzon föl, és találkozunk a következő, nem tudom milyen videóba, én Gizson voltam, szávasztok!